Országos sikerek a birkózásban, érdemes támogatni a református szeretetszolgálatot, veszélyes a hidegben nyári gumival autózni. Még tart a száraz november. Jó estét kívánok! Önök a nagykunsági híradót, a Karcag Televízió napi hírműsorát látják 2019. november 21-én 18 óra 5 perckor. Országos sikereket értek el a birkózó lányok. Urbán Zoltán október óta edzője a Karcagi Sportegyesület birkózó szakosztályának. Mint elmondta, még általánosban kezdett birkózni, s a legnagyobb eredménye magyar bajnok 5. helyezett volt. A birkózás fegyelmet nyújt, s igazi küzdősport, ezért is választottam ezt. Idézi a kérdezeteket az edző, aki gyerekként az edzéseken le tudta vezetni az iskola utáni stresszt. Sokkal nyugodtabb, kiegyensúlyozottabb lett tőle. S ez látszik a tanítványaimon is, hiszen a sport nagyon jól megmozgat minden porcikánkat a fejbubunktól a lábújunk végéig. Nekem igazából ez egy fegyelmet nyújtott, és én ezt szerettem. Ez igazi küzdősport, mind testileg, mind megnyugvást adott, és ugye a fáradtságot le tudtam vezetni ugye az iskola után, ugye, ami megmaradt még bennem stressz. De nyugodtabb, kiegyensúlyozottabb vagyok, mind ugye testileg is látszik, hogy azért adott egy alapot ugye a lányoknak is, mind a fiúknak is. Nyilván ez a sport, ez nagyon jó sport. Ez megmozgat minden porcikánkat, tehát fejebumunktól a lábújunk végéig. Amikor én fiatal voltam, már akkor is volt egy-két lány birkózó a szakosztályban. De akkor még nem volt a női birkózás annyira elfogadott. Ma már sok lány birkózik nálunk is. Vannak óvodásaink és iskolásaink, és van egy szakközépiskolás lányunk is. Voltak lányok azért egyen, kette, hármanál, akkor is megfordultak igazából, csak akkor még nem volt a női birkózás annyira porondon. Ugye most már ugye elég sok lány birkózik, ugye jelenleg is vannak a szakosztályban több lányaink, óvodásaink, iskolásaink, sőt, már most van egy szakközépiskolás lányunk is. Október 1-én vettem át a csapatot, s már is rangos versenyen következett. A szabadfogású diákolimpiai területi bajnokságon két fiú növendékkel indult. Voltunk szabadfogású diákolimpia területi bajnokságon, ez diák 2-es, illetve diák 1-es korcsoport megrendezésű volt, kettő növendékünk indult el. Ugye ez fiú korcsoport, ugye itt lányok nem indultak ebbe a korcsoportba, ugye a fiam is birkózik, Urbán Zoltán, a harmadik helyet sikerült neki elérni területi bajnokságon, így bejutott az országos döntőbe, illetve Cinka Dominik, ő is harmadik helyezettet területi bajnokságon, és neki sikerült az országos döntőbe a feljutás, ami november 23-án Kiskunyhófélegyházán kerül megrendezésre a döntő. Két lány versenyző is díjakkal érkezett haza a Diánk olimpiai döntőjéről. Burai Szintia és Tóth Réka, ők ugye Karcagon birkóztak, volt egy rövidebb időintervallum, amikor ugye Karcagon ugye föl lett úgymond függesztve a birkózás, ugye a nyári időszakra, és nem is volt ugye annyi gyermek, ezért a karcagosok úgy döntött, hogy ezt egy kicsit szünetelteti, ezt a dolgot, ugye a nyári szünetre való tekintettel. Igen, Budai Szinti, visszatérve a lányukra, Budai Szinti és Tóth Réka, október 16-án országos diákolimpia, leány diákolimpián vettek részt. Mind a kettőjüknek nagyon-nagyon jól sikerült, hisz bajnokok lettek, úgyhogy ezúton is szeretnék nekik gratulálni. Mivel nyáron szünetelt a birkózó szakosztály, így átjárt Püspökladányba, ahol a diákolimpiára Kovács Lajos edző készítette fel. De a verseny karcagi színekben indult. Ugye a nyár való tekintettel visszakanyarodva egy picit, ugye, hogy Budai Szintiék ugye nem hagyták ezt a nyári időszakot edzésben, hanem ugye átjártak Püspökladányba, és ugye ők a diákolimpiára Kovács Lajos edző úr felkészítésével vettek részt igazából a versenyen, de ugye ezt megengedték, hogy úgy könyveljük el, mint karcagi siker, hisz karcagi színekbe indul. És Tóth Réka pedig ugye október óta ugye az én kezem alatt ugye
növekedett, és sikerült neki, hála Istennek, ez a nagyon rövid idő alatt egy olyan tudást átadnom neki, ami által sikerült neki a bajnoki címet megszereznie. Büszke vagyok minden birkózóra, mondta az edző, aki ezúton is szeretné megköszönni dr. Fazekas Sándor országgyűlési képviselőnek, a KSE elnökének, illetve Kuruc István szakosztályvezetőnek, hogy bizalmat adtak neki edzőként a birkózó csapatnál. Tóth Réka szerint nagyon nehéz volt a diákolimpiai döntő, mivel a nyár kimaradt, nem sokat tudott edzeni. Nagyon nehéz volt, és mint már mondta az edző, hogy nem sokat tudtunk edzeni, mert ugye a nyár kimaradt, de mindent beleadtam, és nagyon örülök neki. Focizok, de az hétfőn van, egy héten egyszer, és hát nekem a birkózás az nagyon-nagyon sokat jelent. Én április 13-án magyar bajnok voltam, és akkor eldöntöttem, hogy most meg fogom nyerni a diákolimpiát. Akkor se edzettem sokat, de akkor is sikerült, de ez sokkal nehezebb volt. Budai Szintia 3 éve birkózik, mert nagyon bejött neki a sport. Elsőnek nagyon nehéz volt, de aztán belelendültem, és sikerült. És akkor te milyen címmel érkeztél haza? Első helyen. Mi a következő cél? Hát, hogy minden versenyt megnyerni. A dicsőség mellett a birkózás a tanulás tekintetében is sok dolgot adott neki. Rendszerető és fegyelmezett lett, a heti 3 edzést is jól bírja, és mellesleg kitűnően is tanul. Mindkét lánynak szívből gratulált a bajnoki címhez Kuruc István szakosztályvezető, aki további szép sikereket kívánt minden karcagi birkózónak. Aki kedvet érez a birkózósport iránt, azt óvodásoktól iskoláskorig nagy szeretettel várja hétfőn, szerdán és pénteken az edzésekre Kuruc István és Urbán Zoltán. Tájékoztatjuk Önöket, hogy a 2019-es esztendőben is van lehetőség a református egyházközség támogatására Karcagon. Az Önök adományait templomaink működtetésére, harangjaink megszólaltatására, temetői infrastruktúra kialakítására, pályázati önrészre, hivatalunk működtetésére és rendezvények megtartására fordítjuk. Ebben az esztendőben külön gyűjtünk a borjúdülői temető kerítésére. A temető körülkerítése közel 16 millió forintba kerül jelenlegi árakon. Intézményeinket a magyar állam ellátmányából tudjuk fenntartani, és jelentős pályázati összeg felhasználására kaptunk eddig is lehetőséget. Ezekre nem is kérünk támogatást, de a fenti feladatokra nem kapunk máshonnan pénzeket. Évszázadokon át az Önök ősei segítették a megmaradást. Hitünk szerint az az áldozat, amit Önök most meghozhatnak, majd látható formája lesz hitünk megvallásának és lelkünk jóságának, amiről még az utódaink is tudni fognak, és fel lesz jegyezve az Úristennél. A jókedvű adakozót szereti az Isten. Személyesen a hivatalban, hétfőtől csütörtökig, 7 órától 16 óráig, pénteken 7:30-tól 13 óráig. Átutalással is történhet, amit a képernyőn olvashatnak. A közleményben kérünk tüntessék fel, hogy egyházfenntartói céladomány. Isten tiszteletek alkalmával a templomi persejekbe helyezve köszönjük a támogatásukat, életükre Istenünk gazdag áldását kérjük. Veszélyes a hidegben nyári gumival autózni, mert a járművek könnyebben megcsúszhatnak, és a fékút is hosszabb lesz. Simon Péter, a Duna Autóház műszaki igazgatója közleményében emlékeztetett, a nyári gumiabroncsoknak más az összetétele és a mintázata is, mint a télieknek, így a hidegben merevé válnak, az autó pedig könnyen megcsúszhat és irányíthatatlanná válhat. A veszélyeket szemléltetve azt írt a közleményében, hogy a téli nedves útviszonyok között 50 km-es óránkéti sebességnél egy átlagos állapotú téli gumival 23-25 méter alatt lehet megállni, míg ugyanilyen viszonyok között a nyárival 40 méter fölé nő a fékút. Nagyon figyeljünk oda a figyelmes, óvatos vezetésre, főleg, hogyha olyan helyen megyünk, amin látjuk, hogy nem a sima aszfalt, hanem bármilyen úgymond akadály, tehát falevél vagy nagyobb vízfelület van rajta, óvatosan közelítsük meg, hirtelen ne fékezzünk, mert biztos, hogy megcsúszhat rajta az autó, és balesethez vezethet ez is ez a vezetői magatartás. A nyári gumi 7 fok alatt elveszi a tapadóképességét, így nehezebben egy hosszabb féktávot fog megtenni az autó egy fékezés esetén. Az abroncsokat körülbelül 5 évente kell cserélni, az autósok is jól láthatják, mikor kopnak el, hiszen minden gumin van kopásjelző, tette hozzá a szakember. Szólt arról is, hogy sokan még mindig az utolsó pillanatra hagyják a gumicserét, így azonban egy-két várakozásra is számíthatnak a műhelyekben.
A Kék Pont Alapítvány által negyedik alkalommal megszervezett Száraz November kampány idei témája a kockázatos egyetemi ivás. A társadalmi kampány célja, hogy az érintett felnőtt lakosságon túl minél több fiatalt bevonjon az egy hónapos önmegtartóztatási kihívásba. Ennek járt utána stábunk. Magyarországon 64 felsőoktatási intézményben 202.000 hallgató tanul nappali képzésben. Egy hazai kutatás adatai szerint a megkérdezettek 3,9%-a válaszolta azt, hogy gyakran részeg. Magyarországon a felsőoktatásban tanulók között az alkoholt soha nem fogyasztók aránya 10%, ami jóval kevesebb, mint a 15-29 éves korosztályt érintő, általános ifjúsági kutatásokban megjelenő 32%. Összességében tehát azt mondhatjuk, hogy a magyar egyetemisták és a főiskolások többet isznak, mint a hasonló korú átlag népesség. Ezen felül Magyarországon a fiatalok 15-29 évesek alkoholfogyasztása 2000 és 2016 között kismértékben nőtt, az abszisztensek aránya pedig nagyobb mértékben csökkent, amely ellentétes az USA-ban vagy a Nyugat-Európában megfigyelt tendenciákkal. A fiatalkori kiugró alkoholfogyasztás az esetek nagyobb részében az életkor előhaladtával csökken, viszont a 9-10-11. Évfolyamban ezek a korábbi nagyivók, illetve az egyetemi és főiskolási tanulmányok első éveiben megfigyelt. Nagyobb alkoholhasználattal jelentkező csoportok problémaivása később is fennmarad. Ezért a fiatalkori alkoholprevenció szerepe kiemelt jelentőségű a későbbi mértéktelen ivás, illetve az alkoholhoz kapcsolódó testi és mentális betegségek szempontjából. A Kék Pont Alapítvány által szervezett Száraz November kampány azért jött létre, hogy a programban résztvevők számára segítse elkerülni a problémás, kontrollvesztett ivás kialakulását és a mértéktelen alkoholfogyasztás értékét hangsúlyozza. A társadalmi öngondoskodó program elsődleges célcsoportja a kockázati ivók, akik napi rendszerességgel vagy hetente többször isznak kevesebb mennyiségű alkoholt, de a fogyasztásuk még nem kontrollvesztett. Nekem az a véleményem, hogyha valakinek megvan az a rituálé, amit mondjuk júliusban, februárban, májusban vagy augusztusban csinál, kávé, rövidítól vagy bármi más, azt megcsinálja novemberben, megcsinálja decemberben és megcsinálja januárban is. A Száraz November kampány résztvevői az egy hónapos kihívás során számtalan olyan helyzettel küzdenek meg, amelyben fokozottan jelentkezik az ivás iránti sóvárgás, és amelynek ismételt leküzdése fontos tapasztalatokkal gazdagítja az egyént és megerősíti az alkoholfogyasztás feletti kontrollt. Annyira nem vennénk észre, hogy most többet vagy kevesebbet, aki eddig bejárt, az ezután is be fog járni, aki szomjas ezután is inni fog, úgyhogy szerintem nem. Akik végig kísérték a programot, azok között általános tapasztalat a jobb alvás, az tisztább gondolkodás, a motiváltabb és vitálisabb hétköznapi működés, valamint a nemetmondás képességének felbukkanása olyan helyzetekben, ahol ezt megelőzően rutinszerű ivás volt meghatározó. Kedves nézőink, napi hírműsorunkat, a nagykunsági híradót látták. Riportjainkat újra megnézhetik internetes felületünkön a www.karcaktv.hu weblapon. Viszontlátásra!